Tömeges taktoborzásba kezdett a parlamenti pártok soraiban a szélsőségesen nacionalista, magyar gyűlöletre szakosodott Egységes Románia párt. A volt PSZD-s képviselő Bogdan Diakónu által alapított politikai alakulat azokat a képviselőket célozta meg, akik valamilyen oknál fogva elégedetlenek saját pártjukkal. Két hét alatt 8 honatját, 2 szenátort és 6 képviselőt vonzott át soraiba. 4-en a Szociáldemokrata pártot, 3-an a Népi Mozgalom pártját, egyikük pedig a Nemzeti Demokrata pártot hagyta ott a PRU kedvéért. Bogdan Diakónu azzal hencegett egy Facebook bejegyzésben, hogy hamarosan Viktor Ponta volt miniszterelnököt is várják soraiba. Az eddigi közvéleménykutatások szerint a PRU nem számíthat arra, hogy a parlamenti választásokon teljesíti az 5%-os küszöböt.